És akkor most megnézzük a hangszórót, és megnézzük még, hogy mi az, amit még az alaplapon javítani kell. Ugye közben elindítom a másik kis kamerát is, közben nézem, hogy annak a kártyája benne teljen, mert elképzelhető, ugye tolom félre az alkatrészeket, majd ezeket kiválogatjuk utána. Ugye a következőt kell nézni, megnézem, hogy hány ohm maga az ellenállása a hangszórónak. Így van, ez egy 200 ohmos hangszóró, hát elég halkan is szól, de ezt meg fogjuk fejelni a tranzisztorral, és úgy fogjuk megcsinálni. Ugye ez lesz az egyik dolog. A másik, amit meg kéne az alaplapon még javítani, az itt a rendszer csatlakozó, mert eléggé rosszul mutat. Most a következő fog történni ezzel. Teszek rá egy kevés fluxot. Kell hozzá on-szívó szallag. On. Beónozom a rendszer csatlakozót. Így, és on-szívó szallaggal szépen leszívhatom a felesleget. Közben egy picit megdörzsölöm. Így, ha valahol valamilyen kopás van, akkor azt is az on befogja, hogy elég csúnya volt már ez a rendszer csatlakozó rajta. Hát valószínűleg használták ezt a gépet. Így. Most pedig PCC-spray. Ugye így néz ki utána maga ez a felület. Ugye ehhez a következőt kell csinálni. Kell nekünk egy BC182-es tranzisztor. Itt van alul nekünk a D109, illetve a D10, illetve a D9 és a D10. A D9-et hagyjuk, a D10-et ezt ki fogjuk belőle venni. Feltéve, ki tudom belőle venni. Ugye erre a diódára már nincsen tovább szükségünk, és innen a D9-ről fogom megjáratni ezt a D9-nek a katódjáról kell megjáratnom magát ezt a tranzisztort, mégpedig nem az lesz a lényege, hogy a hangszóró az a magába az ISZU 2-be a hangszóró az ugye a GND-re csatlakozik. Ugye itt maradunk ugyanúgy, megnézzük, hogy melyik a GND. Ugye ez a pontja a GND, ez pedig ezen a zágon jön. Ugye? Na most ugye itt a GND az megvan, és ugye nekünk az 5 voltot kell még megkeresnünk. Az pedig itt van, nagyon szuper. És akkor a következőt kell nekünk itt elkövetni. Azt mondja, hogy ide kell nekünk ezt a tranzisztort valahogy bele operálni, mégpedig len úgy, hogy ugye az emittere megy a hangszóró felé. Emitter, a bázisa jön a dióda felé, és akkor ez a zága pedig. És ugye így fest ki a dolog, így fest a dolog, ott van benne egy tranzisztor. Mindjárt én ezt kipróbálom, megnézem, hogy jobb lett a hangja. No, és akkor ugye kicseréltem egyébként a hangszórót, tettem bele egy másik hangszórót, ugye ő volt az eredeti 200 ohmos, tettem bele egy 8 ohmos hangszórót, ugye a tranzisztort, meg egy ellenállást, jobb lett a hangja, hangosabb a hangja. Ez egy
kisebb hangszóró, de mégis sokkal szebb hangot produkál. Legalábbis így van, hát majd kiderül, hogy játék közben mit csinál. Ugye jön a következő dolog, ez az úgynevezett spider mod. Ugye amit láttunk, hogy a processzornak a tetejére rá volt ültetve ez a tranzisztor így keresztül, ugye egy rá volt lógatva, azért így hívják ilyen spider modnak. Én is most néztem utána, hogy ez az ISU 2-es alaplapoknál van. Mégpedig len azért, mert az ULA-nak a portdekódolásával van egy kis probléma, és ezzel néha egy előfordul hiba. A későbbi alaplapokban ezt már megoldották, ott be is van építve ez a tranzisztor TR6-os pozíció számmal. Ugye a következőt kell tennünk, az ULA-nak a 33-as pinjét kell egy tranzisztoron keresztül plusz 5 voltra húzni föl, és gyakorlatilag ezt az A0 vezérli. És ugye oda kell beépítenünk. Ugye ehhez a pozíció itt van, a CPU alatt van egy kivezetés, ott meg lehet találni az ULA 33-as pontját, az A0-át is meg fogjuk találni. Ugye annyi a különbség, hogy én most ezt nem a CPU tetejére fogom felrakni, mert én hűteni szeretném a CPU-t, és nekem ott ez útban van, hanem egy picit ezt így nekem másképp kell majd kialakítani. Ugye most ezt fogom csinálni, hogy megcsinálom ezt a az úgynevezett port módosítást. Na ez lett az én spider modom, ugye nekem itt van oldalt a kis tranzisztor, itt van bekötve, itt megtaláltam az A0-es lábat, és tulajdonképpen így néz ki az egész történet. Gyakorlatilag most azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel az alaplap mindjárt kész is van. Most még annyi történik, hogy berakom vissza a processzort, megnézem, hogy ezzel a moddal is természetesen indul-e a gép, mielőtt bármit csinálnék vele. És akkor igazság szerint annyi van még, hogy van egy ilyen, ez egyébként Spectrumnak a hűtőlemeze, ez a hűtőlemez fog ide rákerülni magára erre a ULA-ra meg a processzorra, illetve ide még fogok tenni fel hűtőbordákat, ami elfér a nagyon alacsony, ez elfér magába a házba, és ezzel megpróbálom egy picit hűteni magát az ULA-t meg a processzort. Ugye ennyit fogok még itt elkövetni, ugye ezt csak ilyen öntapadós, tehát rá lehetne ragasztani is, csak akkor utána nagyon nehéz levenni róla, tehát ezért ilyen öntapadóssal fogom megcsinálni, kiegyengetem, hogy ne billegjen rajta, azt majd még mindjárt igazítok rajta, és úgy lesz ez igazából rárakva. Jó, nos és ugye úgy állunk, hogy ugye az alaplap kész van, benne van ugye a hűtés, maga a burkolat ugye az még nincsen elkészítve, tehát az alaplapot azt úgymond ki is lehet emelni. És a következő fog történni, hogy ezt a burkolatot is le fogom pucolni, leszedem róla ezeket a mindenféle ragasztó maradványokat, illetve ugyanezt elkövetem a burkolat összes többi részével, illetve magával ezzel a gumipárnával is. Ugye ezzel a lemezzel meg majd meglátjuk még, hogy mi lesz. Fólia tasztatúra. Ugye megpróbáltam megjavítani a fólia tasztatúrát, ugye emiatt, mivel nem volt sikeres a javítás, ezért ez a videóban nagyon nem is lesz benne. Megpróbáltam megjavítani, máskor is próbáltam már, most kitaláltam egy új módszert, ez sem jött be. Feladtam, azt mondtam, hogy nem foglalkozom vele ezzel a fólia javítással. Egyszerűen hiába próbálkoznék, hiába küzd vele az ember, egyszerűen ez elhasználódott, el kell engedni. Azért nem foglalkozom vele nagyon, mert van vadonatúj fóliám. Szerencsére a sima Spectrumé az még annyira nem veszélyes, tehát nem annyira drága a sima Spectrum fólia. Most Angliából ilyen 3-4 ezer forint körül van darabja, tehát ez még beszerezhető. Ugye ebből nekem van ilyen fóliám, volt még, és ugye emiatt nem is, ez miatt nem is küzdök vele, mert túl sok energia menne rá, hogy még tovább próbálkozzak a javításával a fóliák. Ezeket a fóliákat én elrakom, hogy hát ha valamire még jó lesz, de nem valószínű, hogy valamikor is ezek meg lesznek javítva. Ugye olyan megoldást lehetne csinálni, hogy ottól el van törve tőbe, oda rárakni egy csatlakozót és vezetékkel, bevezetékelni az alaplapba, ilyet már láttam, hát nem valami szép megoldás, ilyet azért nem szeretnék csinálni. Úgyhogy most ennyi le van, ennyit tartok.
Az alaplap úgy néz ki, működőképes, ezeket eltakarítom, elmosom, és akkor szereljük össze a gépet. Ugye ez a rész meg, majd még meglátjuk, hogy ezzel mi lesz. Jó? És akkor megyek takarítani a gépházat. Most pedig a Spectrum a következő fázisba ért. Ugye eltakarítottam magát a burkolatot. Hát ugye a gumipárna az ilyen lett. Látszik, hogy a gombokon van egy kis ilyen fényesedés, meg kicsi színváltozás, de egyébként maga a gombok azok rendben vannak. A feliratok is többnyire látszódnak. Enyhén meg vannak már kopva, tehát ugye emiatt picit nehéz már a gombokat észrevenni, de végül is még látható. Mint mondtam, a billentyűzet új fóliát fog kapni, új billentyűzet fóliát, tehát ez a része rendben van. Ugye a burkolatnak a felső részén, a papír minden áron le akar esni, a burkolatnak a felső részén itt van egy némi karc nyom, hát ezzel sok mindent nem tudok csinálni igazából, ez egy ilyen sérülés a tetején, illetve ilyen ragasztó maradványok vannak, ezeket még el kell távolítanom róla. A készüléknek az aljáról fogom leszedni ezeket a tappancsokat, és fog kapni új gumilábat. És jön a nagyobbik falat, ami miatt igazából most ezt csinálom is ezt a részét a videónak, ez a lemez lesz. Ugye ezt a lemezt szeretném most majd kiegyengetni. A következő módon. Van itt egy ilyen kartonpapír, erre a kartonpapírra fogom ráfektetni, és van egy ilyen, ez egy nyomtatóból való papír továbbító henger, és ezzel a hengerrel fogom megpróbálni kiegyengetni. De mielőtt ezt elkezdeném, ezeket a ragasztó maradványokat eltávolítom róla, és utána megpróbáljuk kihengerelni egyenesre ezt a burkolatot. És akkor van itt ez a lemezlap, ugye ez a papír azért kell rá, hogy egy nagyon-nagyon picit rugalmasabb legyen a felület, és ugye megpróbáljuk ezzel a hengerrel kihengerelni ezt a lemezt. Ugye ez semmi más nem lesz, mint egy ilyen hengerelős játék lesz. Itt van nagyon nagy gyűrűdés rajta, ugye itt van egy nagy hajlás ebbe az egész lemezben. Hát sok atya volt, még itt is van egy kis ragasztó maradvány, ezt eltávolítom. És akkor tulajdonképpen még egy picit próbálok rajta egyengetni. És akkor elpucoltam, amit mondtam, az alját, levettem a gumilábakat az aljáról, és akkor ide teszek fel ilyen. Hát igaz, hogy ezen eredetileg ilyen szögletes téglalap alakú gumilábak vannak, nekem most olyan sajnos nincsen, csak ilyen kör alakú, még ezeken is egy kicsit vágni kell, de hát ilyen lesz most rajta, mert nincsen más. Meg le kell vágnom így a szélét, mert egyébként nem tud beleülni rendesen a nútba. Így. És akkor ezek lesznek rajta. Hát tudom, hogy nem olyan, mint a gyári, de ez is jó lesz. Jó. És hát ugye ilyenek lettek. Ott van rajta. Teljesen jó. Ugye ez most már így teljesen a helyén van. Ebbe bele lehet tenni most már az alaplapot. Ugye az alaplapnak elvileg egyébként van egy csavarja, amivel bele lehet csavarozni, ez ugye hiányzik az alaplapból, alaplap csavarjából. Ide pótolok a közepére egy csavart, és akkor az alaplap gyakorlatilag a helyén van. Beleraktam ugye ezt a középső csavart ide a Spectrumba, ugye most már nem esik ki belőle az alaplap. Tulajdonképpen ez rendben van. Ugye ennek a ragasztása még hátra van, viszont ugye fel lehetne rakni a burkolatot. Ugye ehhez annyit kell, hogy van itt nekem az adonatúj billentyűzet fólia, ezt a billentyűzet fóliát én ebbe a házba ide szépen beillesztem. Becsatlakoztatjuk ide a megfelelő kábelt a helyére. Egyik. Másik, és
És ezeket a kábeleket ugye itt hátra kell fordítani, és szépen a helyére rakom. És ugye össze is lehet csavarozni magát a gépházat most már, ugye megfogom óvatosan, és belerakom a csavarokat. És tulajdonképpen a gép lassacskán elkészül. Ugye annyit még most azért elmondok, hogy ugye még egy tesztet fogunk rajta csinálni, ugye még az nem biztos, hogy esetleg például a felső memóriával nincs-e probléma. Azt fogunk tenni, ugye belejön a billentyűzet, gumipárna, és ugye most már semmi más nem jönne rá, csak a ugye ez a lemez. És akkor a következő fogom a gépet, így félretesszük. Következő fog ezzel történni. Le fogom maszkolni itt a szélét, és ezeket a részeket megpróbálom lefesteni sima festékkel, és meglátjuk, hogy hogyan fog kinézni. Ugye egy maszkolást fogok én csinálni, ugye ehhez maszkoló szalagot fogok használni, a lehető legjobban megpróbáljuk összehozni. Ugye ez nagyon egyszerű lesz a dolog, ugye ez a sima maszkoló szalaggal gyakorlatilag annyit csinálok, hogy lemaszkolom, ugye így itt a szélén, így, tehát ugye ez így néz ki. Most ott egy picit meg fogom polírozni polírpapírral, és akkor megpróbálom ezt megfesteni, hogy jól nézzen ki, és akkor most ez fog következni. És akkor, amíg a festés szárad magának ennek a billentyűzet faceplate-nek, vagy ennek az előlapnak, addig úgy gondoltam, hogy megnézzük, hogy egyébként a gépnek a többi része rendben van-e. Ugye ez a következőt fogom csinálni, hát már láttatok egyébként, ezt a TZX Duino-t fogom én hozzá használni, ugye ez egy betöltőeszköz, és gyakorlatilag annyit fogok csinálni, hogy egy úgynevezett testramot betöltök róla, és megnézzük, hogy gyakorlatilag az alsó-felső memóriára rendben van-e. Elképzelhető még, hogy a felső memóriában esetleg gond van, jártam már így, de akkor tudjuk, hogy mit kell még esetleg javítani. Tehát nézzük meg, próbáljuk ki, ugye nagyon egyszerű a dolog, azt mondom, hogy load, és akkor ugye kiválasztottam ezen a testramot, és akkor elindítjuk a betöltést, és ugye most megvárjuk, hogy sikerülni fog ez a dolog. ZX Diax, és tulajdonképpen ilyenkor most meg kell várnunk a végeredményt. És hát látjuk, hogy szépen tölt befelé maga egyébként a számítógép. Hangját is lehet hallani, hogy egész jó lett a hangja. Ugye előtte az a 200 ohmos speaker ez nagyon-nagyon halk volt. Ez a speaker, ez egy 8 ohmos speaker. Ugye beraktam még egy 24 ohmos ellenállást vele sorba, így lett 32 ohm, illetve egy tranzisztor van, egy BC182 berakva, és így az uláról le van tulajdonképpen választva. Így gyakorlatilag az van előállítva, mint ami a későbbi spektrumoknál van. Teljesen jó a hangja. Nyilván az új billentyűzet fóliával hibátlanul működik a billentyűzet, ugye ezt én már próbáltam. És tulajdonképpen most már, ha ez a zeneteszter átmegy a gép, akkor semmi más nincs, mint ezt a faceplate-et kell rárakni, és akkor tulajdonképpen a gép az elkészült. Hát ugye nézzük, hogy mi van. Szeretnénk, hogy fusson, hát persze szeretnénk. És hát ugye mindjárt kiderül. Itt egy hiba belefutott azért. Jó, azt mondja, hogy az upper RAM-nál valamilyen hibába belefutott. Érdekes, mert volt egy ilyen walk teszt, azon átment, volt egy ilyen inverziós teszt, azon is átment, és volt egy ilyen march teszt, azon elbukott, illetve volt egy ilyen random teszten, azon is elbukott. És azt mondja, hogy az IC22-essel valószínűleg valami probléma van. Jó, tehát nagyon szuper a dolog, tehát nem ért még véget, ugye szokásos, amikor azt gondoljuk, hogy véget ért a gép, még mindig nem. Semmi gond, amíg szárad a faceplate, addig kicserélem ezt az IC22-es memória IC-t, és megnézzük újra, hogy a csere után helyreáll-e ez a dolog. Elkészült maga ez a faceplate.
megmutatom, hogy milyen lett. Hát van még egy-két festékleverődés különböző színekbe, de ugye a széleket azért sikerült viszonylag szépen lefesteni. Tehát picit fényesebb belül egy kicsit tőle, de még mindig jobban néz ki, mint előtte. Magát a fölragasztást ez a két oldalú különböző széles ragasztó szalagokkal fogom végezni. Ugye nagyon egyszerű a dolog, ugye ezekkel a ragasztó szalagokkal megfelelő csíkokat ide fölragasztom, és gyakorlatilag ezzel fogom fölrakni magát a lemezt ide. Nem mondom, hogy tökéletes lesz, ugye, mert vannak benne kisebb-nagyobb hajlások, de meglátjuk. Hát igen, látszik egy picit, hogy nem a tökéletes ez a lemez, de azt hiszem, hogy egész pofás lett, ugye le nem esik róla, gombok működnek, tehát szerintem ahhoz képest, hogy kinézett, ahhoz képest egészen jól néz ki a dolog. Most már csupán ennyi jön, ezt azért raktam föl, hogy ne essen szét a billentyűzet. Tulajdonképpen most annyi jön még, hogy kicserélem ezt az U22-es IC-t, és utána jön egy újabb teszt. Na és akkor megtörtént a ramcsere is, tulajdonképpen most már a gép össze van teljesen szerelve, és akkor most nézzük meg, hogy minden rendben van-e. Ugye kikeresem itt a ZX Spectrumot, a tesztramot, és akkor nézzük meg, betöltünk újra ezt a tesztprogramot, load, elkezdjük betölteni. Tehát összegezve végül is, ugye úgy indult ez a számítógép, hogy ugye nagy kérdőjel volt, hogy érdemes-e megjavítani, hiszen mind esztétikailag elég romos állapotban volt, mind ugye működésképtelen volt maga az alaplap. Ugye, ha visszaemlékszünk, akkor mi is történt, ugye magát a burkolatot azt többé-kevésbé sikerült helyrehozni. Igazából nem volt szétfurkálva, csak ugye eléggé karcos volt, ugye ezt a billentyűzet faceplate, ugye ezt az előlapot nagyjából sikerült kiegyengetni, a festési hibáit többé-kevésbé javítottam, így viszonylag elfogadható az esztétikai kinézete. Ugye újonnan nem érdemes venni hozzá, mert rendkívül drága lenne, tehát ez egy nagyon nagy pluszköltség lenne. Ugye a billentyűzet fóliát, ugyan megpróbáltam megjavítani a fóliát, de végül is nem volt megbízható, ezért a billentyűzet fóliának kapott egy vadonat újat, így ez hosszabb távon is bizonyára rendben lesz. Ugye a gumitasztatúrával nem volt semmi gond. Ugye az alaplapon, ugye az történt, közben betöltött a teszt és el is indítom. Közben az alaplapon ugye annyi történt, hogy kivettem belőle ugye a romokat, kivettem belőle a processzort, kivettem magát az ulát, és ugye megálltam egyesével, hogy jók-e. Ugye a processzorról rögtön kiderült, hogy a processzor az hibás. Közben azért nézzük itt a tesztet, ugye ha valami nem jó, akkor nagy piros kerettel jelenik meg, de mint látjuk 48k ramp teszt passed, tehát azt jelenti, hogy rendben van a teszt. Amíg beszélek, addig betöltünk valami játékprogramot, hogy meg is tudjuk nézni ezt a dolgot. Hát szokásos Boulder Dose-t, ugye ahhoz kell egyébként is ugye a felső ram. Szóval
A processzorról kiderült, hogy hibás volt, a processzor össze és vissza is volt hajtogatva a lába, tehát ahelyett kapott egy új mikroprocesszort. A Zula szerencsénkre rendben volt, tehát a Zulával nem volt igazából semmi probléma. A ROM-ot azt nem teszteltük, de azzal nagyon ritkán szokott gond lenni. Ugye az alaplapot utána átnéztem, ugye az alaplapon volt néhány módosítás, ami nem egészen voltam benne biztos, hogy gyári vagy nem gyári, ha bár több rész volt benne azért nagyon sok gyári módosítás. Volt benne már cserélt tranzisztor, ami nem egészen az volt, aminek benne kellett volna lenni. Ezért ugye azt csináltam, hogy visszaalakítottam a teljes eredeti állapotát az alaplapnak, ahogy annak az eredeti kapcsolás alapján lenni kellett volna, majd ezek után ugye tápfeszültséget ellenőriztem, természetesen a kondenzátorokat is kicseréltem. Ugye kiderült, hogy az inverter nagyon-nagyon alul működik, tehát alacsonyak voltak az előállított feszültségek. Ugye itt megpróbáltam az inverteren némileg módosítani, itt egyetlen egy ellenállást cseréltem, illetve tekertem vagy 2-3 menetet pluszba az inverter trafójára. Egy picit emelkedett pár tized volt ott a feszültség, de nem volt az igazi. Ezek után jött az, hogy az egy cserélt tranzisztort, azt kicseréltem egy másik tranzisztorra. Így elfogadható lett tulajdonképpen a tápfeszültségértékek, tehát ilyen mínusz 11 volt körül vannak illetve 11 volt körül vannak a 12 voltos tápok, a mínusz 5 volt az körülbelül megvan a mínusz 5 volt. Ugye kapott egy kapcsolóüzemű stabilizátort, majd ezek után összeraktuk a gépet, és ugye kiderült, hogy a gép elindult. Természetesen a különböző trimmerek el voltak tekergetve, ezeket beállítottam, ezeket a trimmereket, a színeket helyreállítottam, hogy jó legyen, és tulajdonképpen innentől kezdve ugye működött az alaplap. Az esztétikai javítások után most még a végső tesztnél kiderült, hogy a felső RAM-ban is van egy memória IC hiba. Ugye a tesztprogram kielezte, ezt az IC-t kicseréltem. Ugye ez egy 4532-es DRAM volt, kapott helyette egy 3764-es DRAM-ot, és teljesen jól működik most már a memória. És tulajdonképpen a teszten végigfutott, most betöltök egy játékot, és tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a számítógépet sikerült megmenteni. Ha végösszeget néznénk, hogy mennyibe kerül tulajdonképpen ez a számítógép, ez a Spectrum, akkor azt mondanánk, hogy körülbelül abban az árban van, amennyire egy ilyen géphez hozzá lehet jutni. Tulajdonképpen a legnagyobb tétel az a billentyűzet fólia, az durván ilyen 6-6,5 ezer forint postával meg egyéb költségekkel, tehát durván egy olyan 6000 forint. A gépet azt 5000 forintért vettem, tehát 11. Egy processzort az durván 1000 forintért az eBay-en meg lehet venni. Tehát az olyan 12, a memória IC-nek elhanyagolható az ára. Tehát durván olyan 12-13 ezer forintban állt meg ez a számítógép. Ugye nyilván ehhez még szükséges egy tápegység, ugye egy 9 voltos tápegység, és tulajdonképpen ez a gép így rendben van. Na most ez valószínűleg ez is bekerül szépen valamelyik dobozba, és végül is azért csak azt mondom, hogy sikerült ezt a gépet is megmenteni az enyészettől. Én úgy gondolom, hogy örülök neki, ennek igazából én nem szeretek semmit kidobni, ezt már többször elmondtam nektek, és látjuk, be is töltött ugye a Baldur Dose, és akkor tulajdonképpen itt lehetne is ugye játszani, hát most pontosan még nem tudom, hogy melyikkel kell játszani. Hangja is teljesen rendben van, ugye. Nem tudom, hogy melyikkel kell játszani, fogalmam sincs, melyik a Fire. De működik, mint látjátok, a kép is egész szép rajta egyébként, tehát nincsen vele túl sok probléma, tehát szerintem ezek után a gép működik szépen. Ugye annyit még ugye azt láttuk, hogy a hűtésen is került egy némi módosítás. Ezt az X-spektrumos videót itt most már befejezem, és mint mondtam, nem tervezek, hogyha csak valami nagyon-nagyon különleges dolog nem lesz, más spektrumos tartalmat, mert azt hiszem most már sok mindent láttunk ebből is, tehát túlzásba azért nem szeretnék esni, és még rengeteg retro gépen van, különböző típusok, amiknek kellene az idő a videó a csatornámon. Elköszönök tőletek, ha tetszett a videóm, iratkozzál föl, ha még nem tetted meg, ha nem iratkozol fel, az sem baj, akkor csak nézzed a videóimat, ha van lehetőséged, hogy támogassál bármilyen formában, akkor azt örömmel veszem, ha nem, az sem probléma. Elköszönök tőletek, sziasztok!